Egy emléktábla leleplezésével és a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták Siklóson a megújult Váralja utcát. A szegregátum egy top pályázatnak köszönhetően szépült meg. Kezdetben 500 millió forint értékben tervezték a munkálatokat, ám később több mint 750 millió forintra rúgott a beruházás összege. Ebből a pénzből számos infrastruktúrát korszerűsítettek. A Váralja utcának, a közterület részeknek, az útnak a felújítása, egy közösségi tér kialakítása, egy pihenő kialakítása, egy sétány kialakítása, és három olyan funkció került még bele, ami épületekben került elhelyezésre, nevezetesen egy polgárőrház, nevezetesen egy szolgálati lakás, és a mögöttem lévő épület az Alkotóház, ami a Váralja utca 1-es házszámtól gyakorlatilag nyitja a Váralja utcát. Siklós életében ez egy nagyon fontos beruházás, mondta köszöntőjében a térség országgyűlési képviselője. Nagy Csaba kiemelte, hogy ez az egyik legnagyobb volumenű fejlesztés a megyében. Egyrészt szociális kérdések miatt is, másfelől pedig volt egy másodlagos hatása, hogy az idegenforgalmi körülményeket is tudjuk itt a Váralja környékén javítani. A legfontosabb programelem talán az a 18 lakás volt, amit sikerült felújítani, illetve az a soft rész, amit a szakemberek mondanak így, ami segítette a társadalmi beilleszkedést az itt élőknek. Az olyan szemmel látható újítások mellett, mint a közösségi tér, a polgárőrség számára kialakított ingatlan, vagy az út- és játszótérfejlesztés, már korábban elindult az a felzárkózást segítő program, amely a Váralja utcában élőknek nyújt segítséget. Ez a projektelem még mindig tart, hiszen az a cél, hogy ennek a 18 családnak az új otthonok mellett minőségi életteret is biztosítsanak.